kívánok! Ez a Kanizsa Café. Egy kicsit behavazott odakint, de itt forró lélekkel ülünk e heti vendégünkkel, Vörös Andrással, a Túri Vitézlő Oskola vezetőjével. Szervusz, köszöntelek tisztelettel! Adjon Isten! Hagyományokról, de csak részben a hagyományokról fogunk beszélgetni, az oskola működéséről, számos programról, és mindezt a jelen, meg egy kicsit a jövő tükrében is megvizsgáljuk. Ez a heti négy adás tematikája néhány gondolatban és mondatban. András, kezdjük a leges-leges legelején, most már egy évtized van mögöttetek, a Túri Vitézlő Oskola mögött, de ne is az alapítástól induljunk, hanem egy kicsit korábbról, mert hát nyilván vannak előzmények. Téged idézőjelben mi fertőzött meg? Mitől lett ez a közösség, mert ez egy igazi közösség, akár Barantának hívjuk, akár Vitézlő Oskolának, bármilyen néven is említhetjük. Honnan jött az ötlet, a gondolat, hogy erre szükség van a 21. században? Ez akkor történt, amikor apa lettem. Vagy hát szeretnék az lenni, olyan értelemben, hogy szülő bárki tud lenni, de apával meg anyával nemesülni kell, én ezt így vallom. És amikor én azon kezdtem el gondolkozni, hogy vajon a fiamat hova, milyen közösségbe fogom tudni járatni, akkor felismertem azt a hiányt, hogy nem tudok olyat, mely a test, szellem, lélek harmóniáját keresi. Hiszen ha sportolni küldöm, akkor csak az a sport tevékenység lesz fontos abban a közegben, és azokkal az egykorú legényekkel, akik elő ott az idejét tölti, gyakorlatilag nekem ráhatásom nincsen. Nem látom, mit csinálnak, kikkel, hogyan barátkozik. Ami nem feltétlen baj, csak azt gondolom, hogy az a 24 óra, ami rendelkezésre áll az ember idejébe naponta, azt tartalmasan és jól kellene tudni kihasználni értékekkel, amennyire csak lehetséges. És akkor vágyakoztam én olyan tevékenység iránt, amely valamiféle népi hagyatékot tovább tud vinni. A dédszüleinktől, nagyszüleinktől tanultakat egy kicsit magunkévá tudjuk tenni által, de nem leszünk sem ügyetlenebbek, sem sutábbak, sem butábbak. Tehát valahogy minden alap értéket úgy magába tud foglalni. És akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon áttételesen, és tudom, hogy szó szerint és taxatíve, amit én most kérdésben, de állításként megfogalmazok, az nem igaz, de azért a fiadnak csináltad. Vagy a fiadért csináltad, és rajta keresztül megtestesítve általa a sok-sok felnövekvő kanizsai és környékbeli fiatal gyereket, aztán meg utána majd nyilván haladván előre a korlétrán a középkorúaknak és az időseknek, hiszen jöttek szépen a rétegek. Igen, egy kicsit így gondolom, hogy valahogy összehoztunk egy szekeret, úgy közösen fölhajigáltuk rá a gyerekeinket, aztán elkezdtük húzni azt a szekeret, és más gyerekek is nyugodtan csatlakozhattak és fölülhettek erre a szekérre. Aztán pár hétig, pár évig valahogy, ameddig velünk jól érezték magukat, addig tartott ez a kis szövetség, aztán akik voltak, akik már kinőttek belőle, vagy már nem azt kapták, amit szerettek volna, akkor tovább tudtak lépni. De valójában azt gondolom, igen, hogy ez volt a legfőbb ok, amikor én ezen gondolkoztam, hogy vagy megérintett a nagy feladat, és ez pedig az apaság. Heti négy adásunkban szerintem, lehet, hogy minden adásban is, lehet, hogy kétszer, csak esetleg más-más módon fogom tőled megkérdezni, de ha már most eddig eljutottunk, akkor most először megkérdezem, hogy miért fontos a hagyomány, miért fontosak a dédszüleink, miért fontos, hogy ők mit csináltak. Aztán majd megyünk vissza az időben, meg majd olyat is fogok tőled kérdezni, amikor eljutunk odáig, hogy miért fontos Túri, de most maradjunk a dédszüleinknél. Én azt hiszem, hogy az emberek alapeset érzelemvezéreltek. Én mindenképp. És így sokszor nem fogok tudni olyan választ adni, ami egy jó kérdésre, egy nagyon definíciónak vagy tételnek megfelelő, okos, összetett 4-5 mondatot, hogy bizony azért, mert. Én egyszerűen csak éreztem, hogy nekünk ezzel dolgunk van. Tehát, hogyha apám adott a kezembe karikás ostort, amikor én 4 éves voltam. Adott? Adott bizony. Én adtam a fiam kezébe. És a fiam 3 évesen 2 karikás ostorral tudott már bánni. És amikor felvonulunk valahol, vagy városi rendezvényen találkozunk emberekkel, és azt mondják, hogy nekem is volt gyerekkoromban. És mondom, is az unokájának van. Neki nincs. Tehát látom, felismertem, hogy a 24. órában vagyunk rengeteg dologban.
Hát nagyon sok mindent fogunk tudni mi elfelejteni, így aktív 40-esek mondjuk, hogyha nem figyelünk oda, és a gyermekeink már nem fogják tudni. Legfeljebb honismereti órán hallanak majd róla, ami nagyszerű, hogy van honismereti óra, és törődhetnek ezzel, de már nem lesz az életük része, már nem lesznek attól ügyesebbek, hogy karikásostorral próbálkoznak, vagy botos küzdelmet próbálnak elsajátítani, vagy íjjal próbáljanak lőni. Mint apa meg, mint a vitézlőiskola vezetője is kérdezlek, csak azért veszem ezt ketté, mert lehet, hogy kétfajta választ adsz, aztán lehet, hogy egybe gyúrod. Sztereotípia, amit mondok, viszont nagyon igaz sztereotípia. A sok-sok kütyű, ami most a fiatalokat abszolút lázban tartja, meg nem is csak, hogy lázban tartja, hanem az életük része, el se tudják képzelni nélküle az életüket, és mindig a kezükben van, kivéve amikor a tanórán esetleg valaki elveszi tőlük, hogy ne Facebookozzál már, meg ne csetelj, egyébként lehet, hogy a pattársaddal, tehát ugye már nagyon-nagyon belemélyedtünk. Amikor ennyire hozzánő egy generációhoz az elektronika, a különféle tárgyak, eszközök, és tulajdonképpen ebben a virtuális térben léteznek, akkor hogyan lehet mégis, maradjunk a te konkrét példádnál, a kezükbe emellett esetleg egy kicsit ehelyett karikásostort adni, pallost adni, bármit adni, ami a múltat idézi, amit ki lehet próbálni. És ami, lássuk be, elsőre nem olyan villódzó, nem olyan izgalmas, nincs ott a másik a túlsó végén annak a csetnek, hanem egy tárgy, ami lehet, hogy nem is mond semmit elsőre. Igen. Nálunk a vitézlőiskolában a köszönés úgy hangzik, hogy amikor fölsorakoznak a legények a foglalkozás előtt, akkor azt mondják, hogy adjon az Isten, ők azt mondják, becsületet, vitézséget. Ez azért történik így, mert a becsület szót mindenki ismeri, viszont nehéz megfogalmazni, de az én megfogalmazásom, olvasatomban azt jelenti, hogy az embernek akkor van becsülete, hogyha a közösség becsüli meg. Egy lakatlan szigetel egyedül az embernek nincs becsülete. Gyakorlatilag egy közösség általi megbecsülésről tudunk beszélni, és az pedig megint egy egészséges közösség, egészséges értékrendje alapján tud ez megvalósulni. Tehát, hogyha a gyermekeinknek a közössége olyan, ahol azt mondják, hogy te négyféleképpen tudsz ostorozni, te meg kettővel, ő csak egyféleképpen, akkor ez értéket, rangot ad. Ha azt mondják, hogy te már tudod a széki sűrűt is, el tudod táncolni, ez valami, és ezért megsimogatják a fejét, és ezért a többiek elismerően néznek rá. Vagy íjjal eltalálod 30 méterről is azt a korongot, amit a másik nem. És ezáltal lesz ő valaki, úgymond ember az ő közösségén belül, akkor talán az a közösség rendben van. Különben a harcot felvenni, hogy a kütyük ellen rendkívül nehéz. Rendkívül nehéz. Én megbocsátó vagyok azért a gyerekekkel. Szülőkkel van problémám, és belértve magamat is, hiszen nem a gyerek tehet róla, hogyha ő 10 évesen a kütyű bűvöletében ebbe van. Ebbe született, és annyira jó, annyira izgalmas, annyira változatos, hogy valószínű Túri György is nyomkodta volna gyerekkorában, ha valaki a kezébe adja. Hát miután egyet-kettőt így elvert, aki szembe jött. Tehát azért... Igen. Tehát ezért én megbocsátó vagyok, én magamra haragszom olyankor, amikor nem tudok alternatívát kínálni a gyereknek, hogy ő helyette valami mást csináljon, amiben öröme van. Tehát nekem meg kellene találnom a gyermekemnél azt, hogy miben tud még kiteljesedni, és nem csak az ne a számítógépes játék legyen csak. Csak ugye erre kevés az idő, és minél inkább zárja be magát abba a kis buborékba, amit a telefon által nyújtott örömök jelentenek, annál kevesebb kontaktom lesz vele, és annál kevésbé ismerem meg a gyermekemet, és annál jobban távolodok el, és már lassan csak két idegen vagyunk, és lassan ott tartunk, hogy én nekem eltartanom kell csak, és a jövedelmet biztosítani arra, hogy ő felcseperedjen, de szinte mint két idegen lakunk egy háztartásban. Na, ez ellen kellene tenni. Ez viszont az együtt töltött idő rendkívül fontos. Ezért nálunk annak idején a barantasággal, aztán a vitézlőiskolával ez volt a legfontosabb, hogy együtt edzettünk a gyerekekkel. Úgy fogocskáztunk mi öregek, hogy a gyerekek a hátunkon voltak, ettől ugye mi is izzadtunk, de a gyerekek is nagyokat nevettek. Úgy nyomjuk a fekvőtámaszt, hogy a gyerekek alattunk lapos kúszásba mennek, vagy éppen aztán visszafelé meg a lábunknál ugrálnak át, stb. Stb. Tehát az együtt töltött játék az rendkívül fontos, azt gondolom. Meg ezentúl talán az is fontos, hogy, de ezt mondd meg te, hogy aki mondjuk 1-2-3-5 napnál egy picit hosszabb időt eltölt a ti közösségetekbe, beleszagol ebbe, beleszagol a vitézségbe, beleszagol a becsületbe, a bátorságba, az egy picit a 21. századi kötelező simlisség, erőszakosság,
oldjuk meg valahogy összehajolás ellen is hat, tehát hogy a túl a test, a lélek, a szellem egységén még úgy egy tisztességes alapot is ad az ember életéhez. Vagy legalábbis én ezt látom a ti közösségetekben. Nagyon örülök, hogyha ezt látod, nagyon örülnék, ha ezt látod, és hogyha ez valóban így is van, mert már alapeset a játékok ilyenek, hogy a tisztességre hagyatkoznak. Tehát, hogyha szabjával vívunk, akkor hogyha az egyik megvágja a másikat, azt nem látjuk, be kell vallani tisztességgel. Hát az alap hozzáállás részünkről ilyen. Mindamellett nem szeretném túl misztifikálni, de azt hiszem, hogy magunkban meg lehet találni olyan alapvető erényeket és erkölcsi tartásokat, amik úgy gazdagítják a lelket, és akkor nem lesz szükség a simliskedésre, mert akár kevesebbel is boldog lehet az ember. De sok szempontból a mi közösségünk lehet, hogy furcsa. Így másoktól hallom, hogy nagyon furcsa. Furcsák vagyunk mondjuk olyan, amikor nem szedek tagdíjat, és akkor lejön az anyuka, elkíséri a kisfiát, mert mondjuk a városnapon vitézkedtünk, és ott Polifemos szabjával üldöztük egymást, és ez a kislegénynek nagy boldogságot jelentett, akkor eljöttek hozzánk. És körbenéz és látja, hogy olyan dolgok vannak ott a vitézlóiskolában, amit máshol úgy nem tapasztal, a népi szerszámgyűjteményt, vagy a kis süsű megmesterházikók, vagy a retro konyhánk, ami a tipikus nagymama konyhája, ami nem azért, mert nem volt pénzünk többre, hanem azért, mert azt hordtuk össze saját magunk örömére, hogy emlékeztessen minket azokra az időkre. És akkor azt mondom, hogy igen, lehet jönni csütörtökönként, és nem kérek tagdíjat, és nem érti. Biztos gyanakszik, hogy miért van ez, hogy akkor majd biztos a tanszercsomagot majd akkor 3 hét múlva fogom adni neki, vagy beíratom valami tanfolyamra a gyereked, vagy egyáltalán is úgy aggódik. Aztán úgy szépen rájönnek, hogy nincs itt semmi csinobli ebbe a dologba. De tudom azt is, hogy olyankor is kaptam visszajelzést, amikor népi visszaemlékezés programsorozat végét, mi mindig egy közös énekkel zártuk. A Erdő mellett estvé lettem című dalt énekeltük el közösen, és ez úgy történt, hogy egy körbe állunk ilyenkor, mi öregek, és a gyerekeket beküldjük a körbe, és ez gyakorlatilag egy áldás rájuk. És így búcsúzunk el. Tehát amikor jövünk, akkor is köszönünk egymásnak, amikor elmegyünk, akkor is köszönünk. Tehát nem egy diszkó, hogy csak jövünk, megyünk, amikor kedvünk tartja. És volt, akinek ez furcsálotta, hogy hát ez már gyanús. Ez már gyanús, hogy itt együtt énekelnek. Mondjuk egy ilyet. Pedig nálunk gyűlölködni éppen nem lehet. És ez nincs kiírva a falra. Egyszerűen így alakult át, hogy mi nem keresünk ellenségképeket, semmiféle sérelmünket, hátrányos helyzetünket az élet bármely területén semmilyen közösségre, vagy nemzetre, pártra, senkire nem fogjuk. És aki éppen túlságosan ebben nem tud beilleszkedni, annak volt, hogy mi mondtuk, hogy nem nagyon kell itt többet jönni ide hozzánk így. Turiról beszélünk még az emlékév kapcsán, de most csak annyiban érintsük az ő személyét, hogy miért ő lett a névadó? Gyakorlatilag mi a barantasággal kezdtük. Én abban nagyon sok kincset, értéket láttam annak idején, és a barantaság az a hagyományos magyar harci kultúrát keresi, kutatja, és nekünk kellett valaki, akiben még egy kicsit kapaszkodhatunk, akire példaként tekinthetünk, és a középkor és Turi György vitézség a 16. század, az pont az időszak, amikor mindenféle fegyver nem létezett még. Ugyanúgy kellett egy jó vitéz, aki tudott énekelni, aztán versek maradtak föl abból a korból. Tehát egy teljes embert, ha nézek, akkor az a 16. századra az pont jó nekünk. És Turi György európai hírű bajvívó és várkapitány volt, úgyhogy nagy örömmel választottuk őt. Meg hát milyen jó, mert a mi hősünk. Így igaz. Tipikus kanizsai hős. Tehát akinek fönnmaradt a neve, az életrajza, számos harci cselekedete, meg mindaz, ami hozzá kapcsolódik, amiről még beszélni fogunk. Említetted a népi visszaemlékezéseket. Egy kicsit ezt a 10 évet boncolgassuk néhány szor 10 percben, meg 20-ban. Ez jó párszor forgatott ott a Kanizsa Televízió. Láttam a felvételeket, láttam, hogy kiket hívtatok meg. Hát kiválóságokat, kitűnő embereket, akik tettek valamit a közösségért, meg akik adtak valamit a közösségnek. De hát megint azt fogalmazom én, meg nem saját véleményként, mert nekem tetszik, amit csináltok, tehát szerintem ez azért abszolút kiderült rólam, hogy hát ennek mi értelme van?
miért kell a múltba révedni, miért kell az öreget meghallgatni, hát már nyugdíjas, már lehet, hogy már szemüveggel se tud olvasni, mert lehet, hogy nem tud olvasni, már régen nem ír verset, stb., hogy egy-két személyre utaljak. És hát aki ezt föltette ezt a kérdést, valószínűleg nem nézte meg a felvételeket, hogy nagyon sokan voltak, hogy érdeklődő fiatalok is voltak, akiket nem a szülők azért cibáltak el, hogy legyen egy szabad másfél órájuk, és otthon bármit csinálhassanak, hanem jöttek, mert fontos volt. Igen, a népi visszaemlékezés az egy összetett program, mert valóban egy előadással, egy beszélgetéssel szokott kezdődni, aztán utána néptánc tanulás, aztán ha úgy alakul, akkor tényleg kis közös éneklés, és természetesen a közös zsíros kenyerezés és egy kis borozgatás. És azért gondoltam, hogy ez így kerek, mert hála az Istennek, hogy el lehet menni manapság Nagykanizsán is táncházba. Tehát kiváló zenészek és táncosoktól mindezt elláthatjuk, tanulhatjuk. Óriási dolog. De engem ez még nem elégíte neki. Nekem az is kéne, hogy utána maradjunk ott, beszélgessünk, zsíros kenyerezzünk. Tehát ne csak azt tegyük. Aztán kérdezzük meg az öreget, hogy milyen volt régen. És ezt azért tartom fontosnak, mert amikor az ember úgy tudatára ébred, és most én lehet, hogy ez 10 éve, 30 éves koromban, ahogy remélem apává tudok nemesülni, ugye akkor volt ennek jelentősége, vagy érintett meg a dolog, hogy az életet azt nem a tévéből kell tanulni. Bocsánat, hogy ezt most itt pont ilyen helyen mondom. Jó helyen mondod, abszolút jó helyen mondod. Ennél jó helyen de leginkább nem a kereskedelmi csatornákból kellene tanulni az életet, hanem azoktól, akik már megélték. És csodálatos élettapasztalatokat hallottunk, amik nagyon sokszor jutnak eszembe. Rózsás János bácsitól, Csizmadél Feri bácsitól, Hársfali Feri bácsitól. Csak ugye egy egyszerű példa, amit többtől hallottam, akik 9 évet lehúztak a gulágon, és hazajöttek, és egymásról függetlenül mondták el ott nálunk, hogy akinek gyerekszobája volt közülük, fiatalon kerültek ki, tehát akiket elkényeztetek, akiket lehet, hogy kicsit jobban szerettek szülei, azok egy éven belül omlottak ott össze, és nem jöttek haza. Most ezt honnan tudnám én, belegondolunk? Tehát ez, meg kell kérdezni őket, és beszélgetni kell velük. És akkor látom azt, hogy ők, akik hátrányosabb helyzetben voltak, ők keményebbek lettek ezáltal. És én akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy én hogyan tudom az én gyerekemet, és az összes a kiskocsinkon lévő gyereket keményebbé nevelni. Mert nem vagyok benne ügyes, mert én is mindent lehoznám a csillagokat a gyermekeimnek, és a legjobb okostelefont is a kezébe raknám, de nem akarom, de megtenném szívem szerint, mert szeretem őket. Hogyan lehet jól szeretni azokat a gyerekeket? Hogy boldog legyen, kiegyensúlyozott legyen, ne szorongjon, ne terrorban éljen otthon, de kemény is legyen, és túlélő. Hát reméljük, hogy mondjuk ezeket a fiatalokat éppensége nem egy jövőbeli gulágon való helytállásra kell fölkészíteni, tehát hogy nem azért kell megkeményíteni a gyerekeket, mert soha ne legyen olyan kor, és soha ne jöjjön vissza semmi olyasmi, hanem megint az életben való helytállás. Csupán ez miatt így van. Amikor megfogalmaztátok annak idején, ha egyáltalán megfogalmaztátok így szó szerint, mert akár én most a te történetedből azt is látom, hogy lehet, hogy nem is volt semmifajta definíció, meg semmifajta célkitűzés, meg ahogy ma divatos, hogy legyen mottónk, legyen azonnal zászlónk, hamarabb van közösséget jelző kitűző, mint hogy tudnánk, hogy mit csinálunk, de ha megfogalmaztátok, akkor mit fogalmaztatok meg, hogy hova akartok eljutni? B, ha nem fogalmaztátok meg, akkor pedig nyilván mindez szinte önmagától épült, vagy hát nyilván tőletek, akik mozgatták. Nem fogalmaztuk meg. Ahogy mondtam, érzelemvezéreltek vagyunk, tehát gyakorlatilag éreztük, hogy amit teszünk, az nagyjából helyes, vagy hát az irány az jó. És, tehát ilyen hitvallás küldetés, alapító... Bármennyit írok. Nyilván. de nem. Egy dolog volt, ami egyszer úgy eszembe jutott, hogyha az én csemetéim és azok a csemeték, akikkel együtt töltjük ott az időt, hogyha úgy tisztességes, jó magyar emberek lesznek, amikor annak eljön az ideje, akkor én annak nagyon fogok örülni. És ebben minden benne van. Tehát a tisztességes, jó magyar ember. Hát van ennél nagyobb dolog. Ugye, ahogy Vas Albert is tanította, és ennek is aktualitása van, de hogy ember és magyar. Tehát a valaki, és ezt más nagy erdélyi írók is megfogalmazták, aki embernek hitvány, magyarnak sem lesz jó.
Tehát gyakorlatilag itt minőségekről beszélünk, és a magyarság tudat az nálunk egy meghatározó jelentőségű dolog a vitézlóiskolában. Ez is talán valakiknek furcsa, mert valakiknek túl magyar, valakiknek meg nem eléggé magyar, mert valahogy sokkal jobban kéne szerintük. Mi ezt megint a magunk módján éljük meg, de mi ebben minőséget keresünk, és tartást kell, hogy adjam. És én azt szeretném, hogy ez a csemetéinknek is egy 24 órás szolgálat legyen. És azt mondja, igen, te a vitézlóiskolába jársz, te nem fogsz hazakúszni részegen a Baurból. Az egészen biztos, mert nem teheted meg. Mert te ott nem csak te vagy, hanem még vagy még valaki, még rajtad kívül te még magyar is vagy, meg vitézlóiskolás vagy, stb. És ezt lenne jó kicsit jobban érezni. És ez az egymással való törődés, egymással való vigyázás szintjén is jobban meg kellene, hogy fogalmazódjon. Gondolok itt arra, hogy elmennek majd diszkóba, mert biztos elmennek, majd az enyémek is, hogyha eljön az ideje, akkor azt mondják, te izrinyis iskolás voltál, meg te is, akkor mi jobban vigyázunk egymásra, még ha sose beszéltünk egymással. És ilyen téren nagyon sok mindent lehetne tenni, tehát számos veszes csatán vagyok túl egyébként, tehát ami nem sikerült. Az Zrínyi iskola szóba, például a szaki listát szerettem volna, mint eszemelnünk, hogy megvalósítsuk, hogy mindenki, aki ott valamiféle mesterséget végez az iskolába, akár festő, tapétázó, parkettázó, vízszerelő, gázszerelő, bármi, hogy legyen róla egy listánk, egy táblázatunk, hogy akkor én hozzáfordulok, én tőle kérek majd vízszerelési munkátra ajánlatot, hogyha eljön az ideje. Ez milyen jó gondolat? Hogy akkor, mert lehet, hogy szembe jön velem az utcán, és ő az 5. B-be jár az ő csemetéje, és szembe jön velem ott a folyosón, de nem tudom róla, hogy ő vízszerelő. És akkor hívok valakit Keszthelyről, mert az iparosok már csak ilyenek, hogy már nincsenek gyakorlatilag. Helyette csak neki kellene szólnom. És az arcával felel azért, hiszen esetleg nap mint nap találkozunk, hogy jól végezzel a munkáját. Szövetségek alakulhatnának is, stb. Stb. És egyszerűen nem tud összejönni. Nem tud összejönni. Tehát egy ilyen 5-6 ember jelentkezett. Tehát nem működik. Jó, hát ha az 5-6-ot követi újabb 5-6, de ezek szerint azért ez én veszes csataként éltem hosszú, meg. Hosszú küzdelem. Mára köszönöm szépen, holnap folytatjuk önöknek is ez az ígéret, találkozzunk 6:30-tól szerdán is, hiszen ma kedv van. Viszontlátásra!